Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Koronavírus. A szakember szerint egyelőre nem kell félni a halálos betegségtől. Szakképzés. A szeptembertől induló technikus képzés iránt elkötelezett a szakma. Szekszárd városvezetése felgyorsítaná az új uszoda építését, szankciók jönnek. Szekszárd büszkeségei, közel 100 000 ismerést osztottak ki. Egyelőre nem kell tartani attól, hogy Magyarországot is eléri a Kínában már több mint 100 ember halálát okozó koronavírus, ezt mondja az ország egyik legnagyobb víruskutató szaktekintélye. Ternár Gábor szerint viszont érdemes figyelni arra, hogy mindenki tartsa be az alapvető higiéniás feltételeket, így könnyebben lassítható a vírus esetleges terjedése. A koronavírus új változata nagyjából egy hónapja jelent meg Kínában, de csak az elmúlt napokban kezdett tucatszámra szedni a halálos áldozatokat, azóta már több mint 100-an haltak bele. A betegség már több más országban is fertőzött, Európában eddig Francia és Németországban tudták emberben azonosítani, bár a vírus gyorsan terjed, sokan mégsem félnek tőle. Mi nem félünk tőle. Amúgy is oltva vagyunk influenza ellen, úgyhogy nem félünk tőle. Mit gondol, el tud jönni magyarországi? Komoly gond lesz ez itt? Én nem hiszem, hogy ide ér. Nem gondolnám. Miért gondolja? Azért már nagyon sokan belehaltak. Itt van már Németországban. Hát az emberek csak vigyáznak, hát védekeznek ellene, ahogy tudnak. Védekezni pedig tényleg sokféleképpen próbálnak az emberek. A vírus gócpontjának számító Kínában szinte már mindenki szájmaszkot hord, és egyre többen tesznek ugyanígy Európában is. Sok ország eközben már felfüggesztette a Kínába induló utazásokat és a repülőjáratokat. Eközben a legfertőzöttebb kínai tartományból kedden éjjel éppen repülővel szállították haza az ott tartózkodó 8 magyar állampolgárt. A pilótát Magyarországon lázzal szállították kórházba, az utasokat viszont egy rövid vizsgálat után hazaengedték. Ez nem mindenkit nyugtat. Meg. Annyi utazó van, úgy, ahogy a bogarak meg mindent elhozzák, ugyanúgy még a koronavírus is eljöhet egy-egy beteggel, de hát nem félünk azért, megijedve még nem vagyunk. Ternek Gábor professzor, a fertőző betegségek nemzetközi hírű szaktekintélye azt mondja, a koronavírusnak nincsenek különleges tünetei, nagyjából az influenzához hasonló panaszokat produkál. A két betegség közötti különbség abban rejlik, hogy a koronavírusban sokkal nagyobb arányba halnak bele az emberek, mert egyelőre nincs rá gyógymód. Tüneti kezelést tudnak egyelőre nyújtani, nincsen specifikus kezelése, ez jelent bizonyos veszélyt. A szakértő szerint egyelőre Magyarországon nincs ok félni a betegségtől, és elég olyan egyszerű dolgokra figyelni, mint a rendszeres és alapos kézmosás. Egyszerű dolgokkal lehet védekezni. Először is nem kell pánikolni, mert még ilyen eset nem fordult elő, hogy az országba behozták volna. Az egészségügy fel van készülve ilyen esetekre. Ugye az egyszerű megelőzés a személyhigiénia betartása. Ha netán felbukkan valami környezetben ez a dolog, ugyanúgy szájmaszk, kézmosás, ilyeneket kell. Tehát most nem kell semmit csinálni. A most megjelent koronavírus fajtáról egyébként azt mondják, hogy a megbetegedett embereknek nagyjából 15%-a hal bele a fertőzésbe. Megkezdődtek az előkészületek az iskolákban a szeptembertől induló technikus képzésre. A szakképző intézetek vezetőinek véleménye szerint az egykor jó hatásfokkal működő középvezető képzés modernizálódott változata keresett lehet akár a felsőoktatás alternatívájaként is. Pilisi Réka kozmetikus vizsgára készül a Szekszárdi Szakképzési Centrum Adi iskolájában. Eredetileg gyógyszerésznek vagy orvosnak készült, ám az érettségi után a szakmatanulás mellett tette le a voksát. Szerintem mindig szükség lesz a szakmára, bármilyen
bármilyen szakmáról is beszélünk, mondjuk például a kozmetikusokra. Szerintem mindig szükség van egy jó kozmetikusra. Az érettségi utáni szakmatanulás új formáját, a technikus képzést szeptembertől vezeti be a magyar oktatásba. A forma nem ismeretlen, éveken át jól szolgálta a gazdaság igényeit. Egy kimondottan sikeres időszak volt a magyar közoktatásban és szakképzésben, amikor technikumok, technikusokat képeztek, és nagy valószínűséggel ezt a régi sikeres időszakot gondolják visszahozni azzal, hogy 2020. szeptemberétől már technikusokat fogunk képezni érettségi utánit iskolánkban. A szakemberek véleménye szerint a szakképzésben nyert tapasztalatok felhasználásával kialakuló technikus képzés a mai magyar oktatási rendszer egyik előremutató kezdeményezése lesz. Hát ez a képzés lesz az, ami majd a középszintű vezető réteget kitermeli akár a gazdaságnak, akár pedig megalapozza a mérnökképzést, ugye mi főleg szakmai irányban képzünk, megalapozza a mérnökképzést, akár a gépészet, akár a közlekedés, akár az informatika területén. Bár a technikus képzés részletein jelenleg is dolgozik a szakma, az mindenki számára egyértelmű, olyan formája vezetődik be az érettségi utáni tanulásnak, mely megfelelő és vonzó alternatívája vagy köztes lépése lehet a magyar felsőoktatásnak. Nagy kérdés, hogy az első határidő után a következő időpontra, 2020. június 30-ára elkészül-e a szekszárdi uszoda, és ha igen, milyen minőségű lesz az átadott munka. A város az uszoda építésével kapcsolatos műszaki folyamatok ellenőrzésére létrehozott ideiglenes bizottsága legutóbbi ülésén felsorolta az építkezés csúszásának lehetséges okait, és javaslatokat tett, hogy miként lehetne rábírni a kivitelezőt a gyors és minőségi munkára. Zajlik a szekszárdi uszoda építése. Az épületnek tavaly augusztus végére kellett volna elkészülnie. A város uszoda építésével kapcsolatos műszaki folyamatok ellenőrzésére létrehozott ideiglenes bizottság a legutóbbi ülésén több olyan okot is megállapított, amik az építkezés csúszásához vezethettek. Az első csúszásnál a bizottság azt állapította meg, hogy ez a megrendelő hibájából történt, így a ködbér érvényesítésére nincs lehetőség. A megrendelő elmulasztotta a talajmechanikai és a talajcserével kapcsolatos vizsgálatokat, illetve nem, a pályázóknak nem bocsátotta rendelkezésükre, így sem a pályázók, sem a kivitelező erről nem szerezhetett tudomást. Többek között erre hivatkozik az építőipari cég a munka csúszásánál, és arra, hogy az önkormányzat nem foglalkozott a kivitelező azon jelzéseivel, hogy a munkaerő hiány miatt nem készülnek el időre. A víz folyamatos szivattyúzása, a talajcsere a kivitelezés költségeit 63 millió forinttal növelte meg, ami a bizottság szerint jogos követelés. A csúszás miatt keletkezett plusz költségek, mint a sátras uszoda üzemeltetési költsége azonban a kivitelezőt terheli. A bizottság most arra kérte a hivatalt, hogy ezt az összeget számolja ki. Az uszodának június 30-ára kell elkészülnie, erre Bomba Gábor kevés esélyt lát, de azt mondta, ez a határidő tartható több emberrel, a kapacitás növelésével. A bizottság mostantól folyamatosan ellenőrizteti a munkát és szankcionálja a céget, ha nem teljesít megfelelően. Az úszoda egyébként az új modern gépészet miatt 300 millió forinttal kerül majd többe az eredeti árnál, de erre megvan a forrás. Mondja Bomba Gábor hozzátéve, az új technológia 40%-os megtakarítást jelent majd az üzemeltetésben, ezért a bizottság javasolja majd a közgyűlésnek, hogy fogadja ezt el. Idén is díjazták Szekszárd büszkeségeit. A Babits Mihály Kulturális Központban szervezett ünnepségen 98 elismerést osztottak ki 17 csapat és 20 felkészítő részére. Ez mintegy 400 főt jelent. Ács Rezső polgármester felhívta a figyelmet a díj hiánypótló szerepére, valamint megjegyezte, a kitüntetésben részesültek teljesítményéhez kell a tehetség, a szorgalom, a kitartás, és nagyon fontos az a családi háttér, mely ehhez a megfelelő feltételeket tudja biztosítani. Bence Gábor, Teremiás országos bajnokság alsóőrs első helyezés. Országos terembajnokság Győrúj barát első helyezés. 4 éve díjazzák a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők, valamint a művészeti, kulturális, tudományos területen maradandót alkotók munkáját Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központban szervezett ünnepségen azon személyek, egyesületek, szervezetek kapták meg idén is a Szekszárd büszkeségei elismerést, akik hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez. Így például az Aliszka Nyilai Íjász Egyesület versenyzőinek az országos bajnoki helyezéseket szerző sportolóit is díjazták. Ez a városi díj, ez nagyon
egyedi. Ez, nagyon örülünk, hogy pont a mi városunkban hozták létre. Ezzel a versenyzőinket is nagyon motiválja, hogy itt azért kapnak egy kis pénzjutalmat, amit bármire tudnak fordítani, és ezzel motiválják őket a következő évre is, hogy minél jobb eredményt érjenek el. A díjazottak pozitív tulajdonságai mellett fontos szerepe van annak a családi háttérnek is, amely biztosítani tudja az ehhez szükséges megfelelő feltételeket, mondta Álsezső polgármester köszöntő beszédében, majd felhívta a figyelmet a díj hiánypótló szerepére. Amikor átvettük a város irányítását, találkoztunk azzal, hogy van a mecénás tehetséggondozó alapja a városnak, de nagyon szűk mezsén enged mozgásteret nekünk. Úgy gondoltuk, például a világverseny nem tudunk elismerni. Úgy gondoltuk, hogy ezen változtatni kell, és nagyon sok olyan szexuális tehetséges fiatal van, aki sportban, művészetben, tudományos munkában, gyakorlatilag a verseny kereteket túlfeszítve egy kicsit, nagy teljesítményt ér el. Befejezésként a Szexárd sportolója és a Szexárd edzője díjakat adta át Álsezső. Az előbbi Gereben Lívia, a KSC kosarasa, míg Szexárd edzője Harsányi Mária, a KSC kadét lány csapatának vezető edzője lett. Az ünnepségen 98 díjazott részesült elismerésben, 17 csapat és 20 felkészítő, ez mintegy 400 főt jelent. Miért van lemaradásban a magyar gazdaság a nemzetközi piacon versenyképesség tekintetében? Erre próbált meg választ adni Orbán Krisztián közgazdász a Magyar Vállalkozói Szalon Tolna megyei szervezetének legutóbbi előadásán. A szakember komplexen az egész világon érvényes közgazdasági racionalitások alapvetések szemszögéből elemezte a kialakult helyzetet, a rendszerváltozástól napjainkig elkövetett téves döntéseket. A közgazdász véleménye szerint az a legnagyobb probléma, hogy hiány van az innovatív, 100%-os magyar tulajdonú exportképes cégekből. A legnagyobb fejfájása mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, mit lehet tenni azzal a ténnyel, hogy Magyarországon egyre nagyobb a külföldiek által tulajdonolt szektor, egyre nagyobb az állam által tulajdonolt szektor, és aki ebben a szorításban elvész, az gyakorlatilag az exportképes magyar vállalkozó. Mit lehet tenni azért, hogy ez a rész valójában növekedjék, és ne a részesedése egyre kisebb legyen? Komoly változásokat akarnak elérni a szexárdi közétkeztetés terén a helyi szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottság tagjai. Ezt azután mondta az elnök, hogy tárgyaltak a város szociális központjának vezetőjével, aki szerint az ételek minősége gyakran nem megfelelő. Emellett a városi intézmények takarítatását is átgondolnák a bizottság tagjai. 18 napi rendi pontot tárgyaltak keddi ülésükön a Szexárdi Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság tagjai. A helyi humánszolgáltatók központ vezetőjével hosszasan egyeztettek a tagok. Valamiféle íróasztal és valami kapcsolódási pont, vagy valami biztonság mindenféleképpen jó lenne, de ez nincs. Kiderült, hogy a humánszolgáltatónak helyet adó Vörösmarty utcai épület második emeletén dolgozók helyhiánnyal küzdenek. Például a családokból kiemelt gyerekek kapcsolattartásához szükséges szobából nincs annyi az épület részben, amennyire szükségük lenne. Ez megoldódni látszik akkor, hogyha az új ügyeleti központ elkészül, a védőnök elköltöznek, és akkor a humánszolgáltató központ egy emelettel nagyobb helyet fog igénybe venni. Az önkormányzathoz tartozó idősek otthonait működtető szociális központ vezetőjével is tárgyaltak a bizottság tagjai. Az egyeztetés végén Zaják Rita azt mondta, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy milyen módon lehetne a közétkeztetésen változtatni, mert sok a panasz az ételek minőségével kapcsolatban. Ez egyébként egyéb más oktatási intézményben is napi probléma, hogy a közétkeztetés minősége nagyon-nagyon gyenge. Tehát sok panasz van ez ügyben erről, ezzel kapcsolatban. A szociális központnál a takarítás volt még, ami lehet, hogy egyszerűbben és olcsóbban megoldható lenne, hogyha saját alkalmazottaikkal látnák el a feladatot. Ezek mellett azt is kezdeményezik a bizottság tagjai, hogy az önkormányzat vegyen még 10-20 olyan jelzőeszközt, amit a városban élő idős embereknek tudnak adni, hogyha bármilyen gondjuk lenne, riasztani tudják a szociális központ munkatársait. Az ilyen riasztók darabja 80 ezer forintba kerül. Tolna megye szerte 14 állomáson tartottak ifjúsági hangversenyt a Pécsi Művészeti Gimnázium diákjai. A táncos, zenés és drámai előadások célja megszeretetni az ifjúsággal e műfajokat.
zenés, táncos produkciókkal, valamint a drámatagozat mini előadásával készültek a Pécsi Művészeti Gimnázium és az iskola berkein belül működő Symphonic Band diákjai a bátoszéki iskolásoknak. A szimfonikus zenekar a Legyőzhetetlen című előadását adta elő a táncosok és drámatagozat segítségével. A Művészeti Gimnázium tanára azt mondja, a darab címe az összefogásra is utal. A tánc és a zene együtt, úgy gondoljuk a drámával együtt, így legyőzhetetlen ez a produkció. Ebben szerepelnek csárdások, polkák, modern balett a színpadon, és közben a gyerekekkel interaktív beszélgetés folyik a számok között. Erre az előadásra a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolájának alsó tagozatosai jöttek el, az ő tanítójuk szerint már ebben a korban elengedhetetlen a diákok zenei képzése annak ellenére, hogy manapság ritkán lehet eljutni ilyen programokra, amik fontosak a zenei oktatás szempontjából. A mai gyerekek nagyon ritkán jutnak el hangversenyre a szüleik által. Én azt gondolom, hogy egyre kevesebb az igény, főleg itt a mi környezetünkben arra, hogy a élő zenét hallgassanak a gyerekek. Most ha énekkorán hallgatunk zenét, az is ugye csak az éterből jön hozzájuk, és hogy közelebbről is megismerkedjenek az élő zenével, ez szerintem nagyon fontos. A tematikus rendezvénysorozat Bátaszék mellett még 13 Tolna megyei településre, köztük Szekszárdra is ellátogatott 2020-ban. A Pécsiek programsorozatának célja a zenére nevelés elősegítése és a tánc, valamint drámaoktatás népszerűsítése a gyerekek körében. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Vissza kell fizetni, vagy átütemezhető. A kormányzati hitel befolyásolja a pécsi költségvetés tervezetét. Szinkronszámlálás. A nagyvadakat térképezték fel Somogyban. Könyvbemutató és kiállítás. Valamennyi holokauszt áldozatról megemlékeztek a romák Pécsett. Pécsnek idén évvégéig vissza kell fizetnie a kormányzati hitel megmaradt 8,5 milliárdos tételét az eredeti megállapodás szerint. Azonban az önkormányzat szeretne átütemezést kérni. Így nem kellene feszes vagy megszorításokkal terhes működéssel számolniuk a városházának polgármester szerint. Az ellenzékben politizáló pécsi Fidesz segítene a tárgyalásokban, mondja frakcióvezetőjük. Pécs idei költségvetésének előkészítéséről is tárgyalt a város képviselőtestülete kedden. A kormányzatnak decemberig kell visszafizetni, ami 2017-ben kapott hitel megmaradt részét, ez befolyásolja a Baranyai megyeszékhelyi mozgásterét, mondja a polgármester. Van egy 8,54 milliárd forint visszafizetési kötettségünk idén, akár tetszik, akár nem, és egy olyan forgatókönyvet bizony föl kell állítanunk, hogyha ezt vissza kell fizetnünk, az milyen egyéb költség, vagy milyen egyéb forrás akár megszorításokkal jár, vagy milyen egyéb működési terület, hát mégiscsak egyfajta feszítettséget eredményez. A hitel esetleges átütemezéséhez kell a kormányzat beleegyezése is, ezért tárgyalásokat kezdeményeztek. A tárgyalást ott tartunk csak, hogy kezdeményeztük, tehát levélben kezdeményeztük a Varga miniszter úr számára küldött levelünkben azt, hogy milyen céllal és nagyjából milyen időkeretben szeretnénk ezügyben tárgyalásokat kezdeményezni. Erre vonatkozóan még érdemi válasz nem jött. A minisztériumból érkező nem hivatalos információk szerint készülnek erre a tárgyalásra, és előbb-utóbb napirendre kerül. Az ellenzéki oldalon a Fidesz frakció vezetője felajánlotta segítségüket a kormányzati tárgyalásokhoz. Mindenben állunk a rendelkezésére, annak érdekében, hogy ez a 8,5 milliárdos visszafizetési kötelezettség, ez vagy teljesíthető, vagy átütemezhető legyen olyan értelemben, hogy ne legyen szükség a polgármester úr által vizionált, elképesztő és szerintem elfogadhatatlan megszorításokra. A város költségvetési rendelet tervezetét február 15-én nyújtják be a közgyűlésnek. A költségvetés előkészítése során a legfontosabb feladat a költségvetés egyensúlyának a megteremtése, vagyis a bevételi oldalnak fedeznie kell a pécsi önkormányzat kiadási oldalát. Szinkron számlálást tartottak a somogyi vadászok. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak arról, hány nagy vad található a területükön, és azoknak milyen a koronkénti és nemenkénti összetétele. Ezáltal még tervezhetőbb és még fenntarthatóbb lehet a vadgazdálkodás a megyében. Ilyenfajta számlálást egyelőre csak Somogyban végez a vadgazdálkodó, de a szakemberek abban bíznak, hamarosan máshol is követik példájukat.
Kémlelik a számlálók a területet a Sefag ZRT Szántódi üzemi vadász területén. Mintegy 18 ezer hektárt kell ellenőrizniük és a nagyvadakat megszámolniuk. De nem elég csak elkülönítve feltérképezni a nagyvadak darabszámát, fajokon belül további adatokat is rögzíteni kell. A vadfajon belül a nemeket is elkülönítjük, és ha lehet, még azon belül is korosztályokat. Tehát, hogyha egy szarvas bika áll majd itt ki elénk, vagy fog kijönni az elkövetkezendő órába, akkor annak megállapítjuk a korát, hogy az fiatal, középkorú, illetve idős. Hogyha egy egész nagy csapat fog kijönni, akkor a csapatot leszámoljuk, és azon belül is meghatározzuk, hogy milyen korosztályok mekkora mértékben vesznek részt abba a csoportba. Emellett rögzítik a számlálók a vadak vonulási útját is, elkerülendő, hogy egy-egy rudlit esetleg kétszer is megszámoljanak egy vadászterületen. A vadgazdálkodó társaságok eddig is végeztek összeírásokat saját területükön, azonban az, hogy ezt egyszerre végezzék a megyében, tavaly fordult elő először a Fauna Vadásztársaság kezdeményezésére. Somogy megye elsőként kezdte meg ezt a módszernek az alkalmazását, és nagyon örülnénk annak, hogyha Csányi Erika ötlete alapján ezt példaként vennék a többi megyék, és máshol is elvégeznék. Az a meggyőződésem, hogy ez a szinkron számlásos módszer a lehető legjobb ahhoz, hogy fel tudjuk becsülni a vadállományt. Somogy megyében a 94 vadász és vadgazdálkodási társaság 500 ezer hektáron gazdálkodik. Eredményeik idáig is kiemelkedőek voltak. A szakemberek azt remélik, hogy a szinkron számlálással még pontosabb képet kaphatnak Somogy vadállományáról a fenntarthatóbb és természetközelibb gazdálkodás érdekében. Holokauszt emléknapot tartottak a romák Pécsett a Rácz-Aladár közösségi házban. Első alkalommal emlékeztek meg nem csak a cigány deportáltakról és kivégzettekről, hanem valamennyi, ideértve a zsidóságot is, haláltáborba hurcolt áldozatról. A témához kapcsolódó könyvbemutató és kiállítás is nyílt a megemlékezés helyszínén. Fontos, hogy a történelmi tanulságokat a fiatal generáció is levonhassa, mondta köszöntőjében Nagy Csaba országgyűlési képviselő a Holokauszt emléknapon. Kiemelte a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület úttörő szerepét, miszerint az országban az egyedüliek voltak, amikor 2004-ben Roma Holokauszt emlékművet állítottak. Azóta is folyamatosan megemlékeznek különböző kulturális rendezvények keretében. Egyszer eljött a múzeum és megmutatta azokat a művészeti alkotásokat, amit cigány, illetve roma képzőművészek alkottak, és akkor, amikor a 70 éves évforduló volt, akkor egyszer csak kialakult a felünkben egy pályázatnak a lehetősége, ami végül is 2014-ben meg is valósult, hiszen talán az országnak az egyetlen roma holokauszt kiállítása van, és szeretném is megköszönni a múzeumnak, a vezetőinek azt a kitartást, hogy ezt a kiállítást fenntartották azóta is. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke elmondta, ez az első ilyen alkalom, hogy az összes holokauszt áldozatról, így a zsidó deportáltakról is megemlékezzenek. A Roma Holokauszt emléknapnak augusztusban van az időpontja. Hozzátette, fontos számukra, hogy minden érintetre emlékezzenek, és a hozzátartozóknak is leróják ezzel kegyeletüket. Hiszen 75 évvel ezelőtt szabadult fel a mai napon az Auschwitz-i láger, amely közel 500 ezer magyarnak a temetetlen sírját rejti magába, és azt gondoltuk, hogy eljött az idő, hogy ne csak a roma holokausztról emlékezzünk meg, hanem megemlékezzünk a holokausztról magáról, hiszen nem csak romák, hanem nagyon sok nem roma is halt meg. Több mint 8 millió embert érintett ez a dolog. Azt gondolom, hogy fontos a mai embereknek is tudatosítani, hogy ez egy olyan esemény volt, amely nem történhet meg többen. A holokauszt megemlékezés alkalmával a Lágerek népe című holokauszt kötetet Márfi Attila, a könyv szerkesztője mutatta be. Egy kiállítás is nyílt, Holokauszt a cigány képzőművészetben címmel, amelyen Ferkovics József, Bogdán János, Szent Andrássy István, Orsós Terész, Túros Zoltán, Pintér Sándor alkotásai tekinthetők meg a rendezvény helyszínén, a Rácz-Aladár közösségi házban. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Koronavírus. A szakember szerint egyelőre nem kell félni a halálos betegségtől. Szakképzés. A szeptembertől induló technikus képzés iránt elkötelezett a szakma. Szekszárd városvezetése felgyorsítaná az új uszoda építését, szankciók jönnek. Szekszárd büszkeségei. Közel 100 000 ismerést osztottak ki.
Csütörtökön nagyrészt erősen felhős, borult idő várható, de átmeneti, rövid időszakokra kisüthet a nap. Számottevő mennyiségű csapadék nem hullik, de élénk szélre lehet készülni. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!